Kezdődött a szalagavatós ünnepségekkel, közben a fakultációk is folynak, de a próbaérettségik írásának sora is már javában megy. Nagy megmérettetés vár a most 12. évfolyamos középiskolás diákokra, hiszen pár hónap és kezdetét veszik az érettségvizsgák. Városunk gimnazistáitól érdeklődtünk, hogyan zajlik a felkészülés, és hogyan látják ők ezt az időszakot. Én úgy érzem, hogy az előző évek ehhez képest sokkal nehezebbek voltak. Most már igazából az ismétlésen van a hangsúly. Folyamatosan érettségiket írunk, főleg a szóbelire készülünk sokat ugye az esszéírással, de folyamatosan például magyarból is mindig kapunk, például témazárót is úgy írunk, hogy régebben megért érettségi feladatsorokat. Nagy újdonság lehet a tanulók számára a jelentkezés folyamata is, hiszen az ügyfélkapus regisztrációtól kezdve a különböző adatokkal kitöltendő papírok és a felvi.hu felülete is sokszor sok bonyodalmat okozhatott számukra. Tanáraik természetesen a lehető legjobb tudásukkal és segítőkészségükkel igyekeznek támogatni őket ebben is. Szerencsére az osztályfőnökünk mindenkit egyesével megnézett, hogy ki hogy áll a jelentkezéssel, ugye elfelvételin, hogy ki hol tart a kitöltéssel, a hitelesítéssel, és szerencsére így mindenkinek sikerült így eligazodni ebben. Felsőoktatási intézmények Kalocsa közeli városokban és az ország legtávolabbi pontjain is vannak, de általában a távolságot már nem veszik figyelembe a tanulók, inkább a hozzájuk közel álló szakirány játszik fontos szerepet. Elsőnek is megnézem azt, hogy milyen szakirányba szeretnék tovább orientálódni, aztán majd, hogy lesz, hogy éppen melyik egyetemet fogom így megcélozni, tehát hogy pontosan melyikre is vesznek fel, ugye a pontja, amitől is fog függeni, aztán szerint eldől, hogy majd melyik lesz a legmegfelelőbb. Ám így a felnőtt élet küszöbén még nem igazán alakult ki bennük egy kerek kép a továbbiakról, így nem tudják biztosan, mire számítsanak, miután mondhatni most félig kirepülnek a családi fészekből. Igazából még nem tudom, hogy mire számítsak, de mindenféleképpen először, ugye én Szegedre szeretnék menni, és meg szeretném először tapasztalni, hogy milyen lehetőségek vannak egyáltalán, és hogy van-e igény arra, amit én szeretnék csinálni. Aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet, nem tervezek előre igazából. Ami biztos, hogy az elkövetkezendő néhány hónap valóban nagy kihívások elé állítja őket, de a megfelelő felkészültséggel és odafigyeléssel minden álmuk valóra válhat.